Üdv mindenkinek! Újabb kerti szerszámot vásároltam. Ezt szeretném bemutatni, úgyhogy unboxing videó lesz. Ez egy Holcforma G372XP 71 köbcentis motorfűrész. Csak nézzük meg, hogy néz egy ilyen ki, mintha nem lenne róla már elég videó. Hát nézzük is, mi van a dobozban. Ilyen tuti zacskók vannak benne. Ez micsoda? Ez két darab röntgtámasz elvileg. Aztán ilyen vagy kínai szerszámokat is adnak hozzá. Van hozzá kacsa is. Nem tudom, ebben egy liter fér. Igen. Egy literes kacsa. Adnak hozzá egy ilyen használati utasítást. És akkor itt látható a cucc. Hát elvileg ez 4 kW és 9300-at forog. Jó hangos, 112 decibel. Hát akkor nézzük meg közelebbről, hogy néz ki. Szép nagy egyébként, tehát ez nagyobb, mint ahogy a különböző videókon látszott. Egy élőben nagyobb méretű. Kínai fűrészhez képest, hát igen, igen. Nagy a mérete. A súly az, hát az sajn, azt az igen, az lényegesen meghaladja a kínai fűrésznek a súlyát. Mondjuk cserébe a teljesítménye dupla annyi, tehát azért nem 2 kW, hanem ez már 4. Ez 4 kW és 9300-at forog az adatlapja szerint. Elvileg oldalsó láncfeszítéses is. Még dekompresszor is van rajta, de hát kell is rá az 70 köbcentis gépet berántani ilyen könnyített berántás nélkül, azért már elég kellemetlen. Meg a berántó szerkezetnek sem tesz feltétlenül jót, úgyhogy az van rajta. Hát mi az eredetén is van, tehát nyilván nem forrolták le a gépről. Hát így kinézetre azért ez is kínai fűrész, ez is, tehát ez igen, sorják azért vannak rajta. Az oldal deknie az úgy néz ki, mintha fém lenne, de nem, műanyag. A lánc dekni, hát végülis az egész gépnek a borítás az műanyag, tehát ez nem fém. A szemben itt van a kipufogó, tömítés, a blokk az legalább le van festve mindenhol. Kék színű. Még össze is karcolom itt a szutyadéknak a láncával, de jaj, hát és még ez is, na ha már itt van, akkor megmutatom, hogy beleaplikáltam ebbe is egy ilyen légszűrőt, hát ebben azért nagyon nyomorultú, nagyon nyomorék módon fér bele a papír légszűrő, de azért bele lehet tenni, de hát maga a gép az kegyetlen hulladék, tehát olyan kotyogása van, kézzel forgatod így a lentkereket, még meg sem mozdul a dugattyú, tehát ezek a tűgörgős csapágyak, ezek kotyognak nagyon, nagyon durván. Akkor a hengerében van egy olyan, hát nem is tudom, belevilágítottam zseblámpával, tehát három vágás után megnéztem, olyan karc van benne, mint hogyha eltört volna gyűrű. Ennek ellenére még működik, tehát én nem tudom, tehát gyárilag ilyet raktak bele, ilyen selejthengert. Sikerült visszanyomkodnom azért a primer pumpát, meg a kapcsolót is valamennyire, bár még a kapcsolóhoz kijár azért még a helyéről, és lehet bele kéne ragasztani, de mert azt kell mondjam, hogy ez a fűrész, ugye elvileg 18.590 forintért lehetett hozzájutni, és postával volt 21, hát ez semmiképpen nem ér többet, tehát már hozzá kellett nyúlni többször is. Úgyhogy mellékszereplőként őt is bemutatom. Hasonlít a Holcformára, így színben, meg
Hát sok minden másban mondjuk azért nem, de... De az eddigi tapasztalatok nagyon rosszak vele, tehát ilyet ne vegyél, ez nem fűrész, ez egy rossz vicc. Ez egy rossz vicc, bár mondjuk lehet belőle fűrészt csinálni, hogyha nagyon elszánt valaki, csak hát nem tudom, hogy érdemes-e, tehát... Ha hozzáraksz még 20 ezeret, akkor vehetsz olyat, ami ez nem... Nem kell mindjárt azzal, azonnal a baszakodással kezdeni. Ez remélhetőleg azért minőségileg azért jobb lesz, tehát nem tudom, én nem akarok nagy üzemórákat ugye beletenni, csak ilyen alkalmi használatra vettem, tehát nekem nem kell, hogy 600 köbméter fát ki lehessen vele termelni évente, meg ilyenek, úgyhogy ha nekem tud egy 10 vagy 20 üzemórát így gond nélkül, az teljesen jó lesz. Igen, jó nagy, meg még jó nehéz is. Csak nem egy könnyű gép. És akkor én még a kínait tartottam nehéznek, de hát azért ehhez képest, tehát 50-es vezetővel együtt sokkal könnyebb. Na hát akkor leszedem róla, megnézzük milyen a légszűrője, meg milyen a lánzekni alatt mi van, meg milyen gyertya van benne, most nagyon szétbontani nem akarom. Hát akkor nézzük meg azt is, hogy... Na és akkor így néz ki megkopasztva. Na, egy rendes papír légszűrő van benne, ez ugye ugyanaz, mint elvileg, mint az eredeti. Vagy hát arról van lekoppintva, teljes mértékben jó az eredeti légszűrő is. És szárnyas anyával rögzítették, tehát ez nem tudom miért nem jutott eszébe az olcsó kínai fűrészeken a kínaiaknak, hogy ilyet rakjanak bele. Alapból ilyen szárnyas anyát. Hát itt a gyertyán nem tudom mennyire látszik, NGK felirat van, én azért nem hiszem, hogy az eredeti lenne, de minden esetre rá van írva. Tehát azt tudni biztos, hogy ráírták, hogy NGK. És akkor itt látható, hát 3/8 hétfogas csillagkerék van rajta, egy elég nagy masszív kuplung, harang, belső kuplungos, ugye. Na hát, hogy miért vettem én ezt? Hát igazából nekem annyira rohadt nagy szükségem erre már azért nem volt. Ezt inkább csak azért vettem, mert megtetszett. Nem lesz sokat használva, tehát hogy aki azzal jön, hogy miért nem vettél eredetit. Hát az eredeti 372, az így forintban is 372, tehát 372 000. Mert ilyen 350 körül van. Hát mondom, nekem amire én ezt használni fogom, meg a mennyi üzemórát, tehát kizárólag ilyen vastagabb rönkök darabolására szállnom, hát nyilván nem kifizetődő nekem egy eredetit megvásárolni, úgyhogy az után gyártott kínai mellett döntöttem. Nekem ez is teljesen jó, tehát nem tudom, hát egy 5-10 üzemórát tud egy ilyen, akkor ez nekem 20 évig elég lesz, tehát így nem fogok vele sokat dolgozni, tehát tűzifát nem ezzel fogom vágni. Csak az egy extrém vastagokat, de megmondom őszintén, hogy a kínai fűrészsel is, meg az elektromos fűrészsel is, meg a 70 centi vastag fát is el lehet vágni, tehát elvágtam két oldalról. Nyugodtan, mindenféle probléma nélkül sikerült, úgyhogy nem teljesen indokolt egy ilyet vásárolni, de hát ugye ez elvileg dupla akkora teljesítményű, mint egy klasszikus kínai, tehát ez 4 kW-os. 9300-at forog, az van rá megadva. A súlya az egy, azért az nagyobb, mint egy kínai fűrésznek. De gondolom, hogy a motor is azért modernebb, meg jobb hatásfokú, tehát nem az van, hogy legalábbis remélhetőleg nem az van, hogy egy benzinkút kell hozzá. A kínai fűrészek azok döbbenetesen sokat esznek, tehát én teljesen... Amikor először használtam ilyen kínai fűrészt, ilyen komacsuklónt, akkor lesokkolt egyszerűen, hogy pillanat alatt megzabálta tank benzint néhány vágás után, tehát komolyan mondom, hogy két ilyen vastagabb rönk földarabolása, ami 10 vágás, az így majdnem egy tank benzinbe került. Most azt várom ettől, hogy ez egy modernebb motor, ugye jobb a hatásfoka, stb. Sokkal gazdaságosabban tudja majd használni a benzint. Aztán lehet, hogy nem így lesz, lehet ez is egy ilyen benzinzabáló szörnyeteg. Nem tudom. De azért jó lesne, ha ez nem így pusztítaná a benzint, mint a kínaiak. Tehát végül is most a fa
300 000 forint egy 10 köbméter fa, most már lesz 400 000 is, meg a szállítás egy 60-70 000 forint, hát ahhoz képest azért az a 10-15 liter benzin, amit így elpusztít egy ilyen kínai fűrész, az még az elhanyagolható kategória. Az elektromos fűrész az mondjuk fölvágja 300 forint villanyból a 10 köbméter fát, ez nem tudom, tehát a teljesítménye az már túlságosan sok otthonra, én szerint. Tehát feleslegesen sok, tehát ez nem tűzifavágásra való. Ez inkább ilyen igazi keményebb rönköknek a könnyed feldolgozásához lehet előny, vagy ki kell vágni egy, mit tudom én, egy 1 méter átmérőjű fát, és azt fel kell darabolni, meg stb. Akkor ilyesmikre tudom használni, tehát ilyen komolyabb fáknak a kidöntésére, meg ha esetleg a tűzifában van megint ilyen 60-70 centi vastag, akkor előkapom, aztán elvágom vele, de olyan nagy üzem, és nagyon sok üzemóra nem lesz belerakva, tehát ez a gép, ez elvileg keveset fog menni. Így megfelelő lesz, tehát nem baj, hogyha kínai. Na hát akkor nem tudom, sok mindent nem tudok most rajta mutatni, meg ezért most nem fog vele vágni, tehát köszönöm a figyelmet, akkor ennyi lett volna.